Az elmúlt években olyan feladatokat sikerült közösen megoldani, melyre a települések egyedül nem lettek volna képesek önállóan. Ez mutatja meg a térségi összefogásban rejlő erőt, mondta Kelemen Ferenc izmai polgármestere, akit a Völcségi Önkormányzatok Társulásának polgármesterei választottak meg a testület alelnökévé. Kis települések vagyunk, és ha ez a társulás nincs, minden egyes problémát kis településnek magának kellene megoldani. Ha van egy társulás, társulásban könnyebben meg tudjuk a problémákat oldani, meg tudjuk beszélni, és így úgy gondolom, hogy közösségbe sokkal egyszerűbb a problémák megoldása, mint amúgy minden kis településnek saját magának. Például mondom a szociális gondoskodást, mert ott is ugye feladat van minden településnél, és ezt így közösen egy kistérségi szinten sokkal könnyebben meg tudjuk oldani, hogy minden egyes kistelepülésnek kellene ehhez egy ember biztosítani, így közösen megvan, és minden településnek beosztva az időt, hogy mikor ér oda a településére, és meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. És számos ilyen probléma van, amit közösségben sokkal egyszerűbben megoldunk, mint minden település külön tudna megtenni. A társulás polgármesterei meghallgatták és elfogadták egyetlen intézményük, a Bonyhádi Gondozási Központ beszámolóját. Döntésük értelmében a következő 5 esztendőben is Sevestyén Orsolya irányítja majd az egyre növekvő feladatokat ellátó gondozási központ szakmai munkáját. 2017-ben kerültem az intézmény élére, nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, hiszen az 5 év alatt nagyon sok minden történt. Gondolhatunk itt a Covid miatti feladat megbontásokra, illetőleg, hogy 3 tagintézmény egy egységként való kezelése nem egy egyszerű feladat. Az 5 évem alatt azért elmondhatom, hogy nagyon összekovácsolódott a csapatunk, minden szakfeladattal megtaláltuk a közös hangnemet. A célunk továbbra is ez az elkövetkező 5 évre is, hogy ugyanezzel a munkamorállal folytathassuk a tevékenységünket, ugyanezzel a szakmai tevékenységet folytató kollégákkal, hiszen megtanultuk egymást kezelni, egymást támogatni, segíteni, és ez az időseknek, a családoknak a szempontjából nagyon fontos, hiszen látják, hogy egy olyan csapat áll mögöttük, akikre számíthatnak, és nem jellemző ránk a fluktuáció, tehát mindig ugyanazt a szemét kapják családgondozás szempontjából. Az igények száma folyamatosan emelkedést mutat, nagyon nehéz már sokszor összeszervezni a logisztikát, hogy mindenki megfelelő ellátásban részesüljön, és ez még csak bővülni fog véleményem szerint, hiszen gazdasági világválság közepén vagyunk, úgyhogy számítunk erre, hogy a továbbiakban is szükség lesz ránk, nagyon nagy szükség lesz ránk, mondhatom inkább így. Igyekszünk minden igényt kielégíteni, de hát a korlátaink azért szűkösek. A legfőbb problémát azonban az energiaárakban látjuk, hiszen nem lesz mindegy, hogy hogyan fogjuk tudni finanszírozni, de igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében is. A szakmai hátterem biztosított, tehát egy nagyon jó kollektívával, végzett szakemberekkel dolgozhatok, akiknek ezúton is köszönöm az 5 éves munkájukat, és ugyanígy számítok az elkövetkező 5 évben, ha sikerül a vezetői kinevezésem az ő munkájukra, hiszen így alkotunk egy csapatot, és egymás nélkül nem mennénk egyről a kettőre. A gondozási központ működtetése a Völcségi Önkormányzati Társulás költségvetésének jelentős részét, 320 millió forintot emészt fel. Elegendő ahhoz, hogy minden számlát finanszírozni tudjunk, a béreket, a rezsiköltségeket. Tanulóképzéssel is foglalkozunk, hiszen ez is hoz normatívát az intézmény számára, amiből fejleszteni tudunk. Elegendő forrás áll a rendelkezésünkre, bízunk benne, hogy a későbbiekben is így fog maradni. Minden településre elmondható, hogy növekszik az ellátottak száma, hiszen idősödő társadalom vagyunk, és egyre több a rászoruló is, tehát nem csak az idősödés miatt vagyunk kint a településeken, hanem a családok miatt is. Felkészültek vagyunk, és bízunk benne, hogy menni fog továbbiakban is ugyanez a munkavégzés. Filóni Ferenc Ibolya, a testület elnöke azt mondta, a költségvetés felülvizsgálata megtörtént, fél év után a büdzsé megfelelő szinten áll. Ahhoz képest, hogy februárban, amit határoztunk, amit elgondoltunk a költségvetési rendelet elfogadásakor, az fél év során hogyan alakult, és azt látjuk, hogy jól megalapozott és konkrét számokkal alátámasztva jól gazdálkodik a társulás, ezt egy fél év tükrében el lehet mondani. Egy évben 3 alkalommal kell rendeletet módosítani, és ilyenkor átvezetésre kerülnek azok a számok, amelyek még februárban nem voltak ismertek, és az államháztartásból átvett pénzeszközöket teszi helyre a költségvetésbe.
vagy azokat a döntéseket tudjuk átvezetni a rendeleten, amelyeket mi magunk társulási ülésen hoztunk. Két példát hagy mondjak erre, ilyen például a közművelődési pályázat, hiszen a költségvetési rendelet elfogadását követően döntött a társulás arról, hogy 2022-ben újra segíti a támogatással a településeket. Ez a pályázat már le is zajlott, 2,3 millió forintot tudtunk biztosítani a völgységi települések számára. A legtöbb program már meg is valósult a nyár folyamán, hiszen túl vagyunk nagyon sok falunapon. Ezekhez tudtunk segítséget nyújtani ekkora összegben, egy pályázat keretében. Illetve a másik 500 ezer forint, amiről szintén a társulás döntött egy előző ülésen, az pedig az Együtt Egymásért Nappali Intézménynek az 500 ezer forintos támogatása, amely a megnövekedett és előre nem látható rendkívüli rezsiköltségek emelése indokolt. Ezt vezettük át például a rendeleten. A társulás tagjai most azon dolgoznak, milyen módon tudják majd a megnövekvő rezsiköltségek okozta nehézségeket közösen kezelni.